Vállalkozz zuglóban. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, a FIVOSZ folytatja a tavaly megkezdett programját, hogy minél több fiatal vállalkozó verhessen gyökeret itt zuglóban, és érhessen el olyan sikereket, amelyekkel nem csak a saját egzisztenciáját erősíti meg, hanem a helyi közösséget is erősíti. Ennek keretében az Zugló Televízió olyan fiatal, Vállalkozókat szólaltat meg, akik sikereik révén hozzájárulhatnak a mások előrehaladásához, és akik olyan tapasztalatokat oszthatnak meg, amit esetleg mások csak fájdalmas kudarcok árán tudnának újra megszerezni. Mai vendégünk Belényi György, aki a Household FM nevű cégnek a tulajdonosa és vezetője, és egy olyan vállalkozást visz, amelyik multikkal versenyez a saját pályáján, méghozzá olyan pályán, ahol, ahol több multi cég is jelen van és próbál sikerre vadászni, és ez a Household FM is jelentős sikereket ér el. Jó napot kívánok! Mi a, Jó napot kívánok. a titka annak, hogy, hogy ilyen környezetben érjen el az ember előrehaladást és eredményt? Um nagyon érdekes, hogy most itt kontrasztba állította a, a, a multikat, és a, mondjuk ugye a vállalkozásokat, vagy a, vagy a, kisebb vállalkozásokat. Én az FM területen immár a 12. éve vagyok. Ez az FM, ezt mondjuk már a laikus van, nézőknek, van, hogy, hogy ez, 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 nem a... egy rádió állomás. Ez az angol facility management szónak a rövidítése, és ez a szó, ez az FM rövidítés átkerült így a, a, a magyar szakzsargomba és ez tulajdonképpen a létesítménygazdálkodás ingatlan üzemeltetés és annak a tevőleges része, tehát a, a műszaki üzemeltetés, karbantartás, a takarítási szolgáltatások, a biztonsági szolgáltatások, kertészet, tehát minden olyan dolog, ami egy létesítmény napi fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges, ezt hívjuk így Amblok FM-nek. Szóval visszautalva a, a, a mondandóm elejére, 12 éve vagyok már az FM területen, és és bizony magyar és nemzetközi vállalatoknál is voltam különböző vezető vezetőbeosztásokban. Ami egyébként egy nagyon hasznos tapasztalat volt, abból a szempontból, hogy hogy lássam, hogy hogy mik lehetnek azok a pontok, amivel egyébként egy akár kisebb vállalkozás uh, sikerrel tud piacot szerezni. Uh, a multiknál egy, egy nagyon, nagyon általános dolog, hogy uh, nagy adminisztrációval, nagy infrastruktúrával dolgoznak. Ebből következően lassúak, rugalmatlanok, viszont drágák. Mert ezt az óriási vízfejet, ezt el kell tartani. Uh, Ugyanakkor mindemellett hiányzik a, a múltiknak a partner kapcsolatából, és most múltinak érthetjük akár mondjuk a, a nagyobb mondjuk internet szolgáltatókat, akikkel nap mint nap bajlódunk és küzdünk, hogy az ember egy arztalan szervezettel levelezik, telefonál, próbál dűlőre jutni, heteket vár egy válaszra, sosincs egy kompetenszemély a telefon végén, a, a, a drót végén, és, és uh, ezek, ezek olyan, olyan, olyan piaci részt teremtenek, én azt gondolom, ezek a jellemzők, ahol egyébként tud érvényesülni egy, egy ezeket a csorbákat kiköszörülő hazai vállalkozás. A Household FM pont a napokban ünnepelt a negyedik születésnapját, tehát nem, nem vagyunk túl idősek, viszont, viszont valóban közel 250 munkatársunk van, az FM területre, és, 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 nagyjából egy fél milliárd forintos árbevételnél járunk, most a 17-es évet tekintve, nyilván vélek, számokat még nem tudok mondani, de, de egy, egy megközelítő érték, ami azt gondolom, hogy egy elég impozáns, impozáns eredmény. Nekem szerencsém volt, mert ugye utoljára egy nemzetközi multivállalatnál dolgoztam vezetőbeosztásban, egy német multivállalatnál, és, és lehet egyébként, hogy én magamtól nem léptem volna meg azt, hogy, hogy átmenjek a, a vállalkozói szektorba, hogy kilépek a dzsungelbe, hogy a multik által biztosított nagyon kellemes környezetből, ahol az embernek van egy nagyon kellemes irodája, asszisztense, céges laptop, céges telefon, céges autó. Viszont, viszont én szerencsés vagyok, mert, mert volt egy olyan ember, és van egy olyan ember a környezetemben, aki kvázi mentorként megadta azt a lökést, hogy igenis képes vagy rá. Itt van mögötte tíz év tapasztalat, itt van rengeteg kapcsolat az ügyfél oldalon, a beszállítói, partneri oldalon. Lépni kell. És, és ez a kezdő lökés volt az, mert egyébként nem, nem, lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogy hát ez egy saját, százszerékosan saját volt, kellett egy lökés, és, és akkor belevágtam a saját vállalkozás építésében. Ugye, amikor én a, a multikkal összevetve ö, ö, kezdtem el faggatni az előbb, akkor arra gondoltam, hogy a, a, amit a multikról mondott, az mindig az, de ezzel együtt azok mögött egy olyan erős, ö, egyrészt kereskedelmi értékesítési szervezet másrészt olyan tőkerő áll. Ö, hogy, hogy azt a piacot, ahol ők megjelennek, azt nagyon, nagyon könnyen le tudják tarolni. Nagyon kevés szabad teret hagyva ott a, a független önálló vállalkozásoknak. Ez valóban igaz, a, a multi érkezése általában piacvásárlással történik. Nagyon sok esetben úgy terjeszkednek, vagy jelennek meg új országokban, hogy, hogy piacokat vásárolnak ottani vállalkozások, cégek, társaságok megvásárlásával. Viszont nagyon érdekes ciklikusság figyelhető meg ebben. Megjelenik egy multi, egy tőkeerős, ahogy említette volt, egy tőkeerős, jelentős apparátussal, infrastruktúrával rendelkező nagy vállalat. A gond az egyébként, hogy... Tételezzük, hogy egy jól működő vállalatot mondjuk megvesz, és azt mondja, hogy holnaptól ő lesz a, az a multi Kft. vagy, vagy a multi. A, a, kezdeti felfutás után, amikor a, amikor ugye a, a nagy tőkeerő, a nagy marketing, a nagy infrastruktúra beindítja, tehát beindul a gépezet, és, 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 elkezdik nyomni a saját brandjukat, Egy idő után, és egyébként ez változó, mondjuk ilyen években mérhető, de, de a nagy, nagy kezdeti lelkesedés után előjönnek ugyanazok a gyenge pontok, amikről beszéltem egyébként, hogy, hogy milyen egy múltival dolgozni. Tehát van egy erősebb felfutás, utána van egy lecsengő időszak, tehát um, teljesen teljesen van, uh, van annak, hogy hogy igenis föl lehet velük venni a versenyt. Egy frissen érkező múltival nem, nyilván, mert... mert annyi marketing költséget, uh, uh, investál a projektbe, akkor apparátus érkezik, hogy nem lehet akkor fölbenni vele a versenyt. De amikor kiütköznek, és ez csak időkérdés, hogy kiütköznek azok a gyenge pontok, amik a múlti jellemzők, és ezt a partnerek megtapasztalják, ott keletkezik a piaci ezt kell észrevenni, és, uh, és akkor kell akcióba lendülni. Hogyan lehet induló <coughs> múlt nélküli vállalkozásként bizalmat teremteni a leendő vevőkben, ügyfelekben? Az egésznek a kulcsa nem a nem, nem a vállalkozás De nagyon érdekes volt amikor öm, elkezdtük a a, a a tevékenységünket. Ez a kérdés ez bennem is fölmerült. hogy remek dolog hogy most már egy saját vállalkozásban végezzük azt a tevékenységet amihez egyébként értünk hiszen nyilván a kollégáim mögött is, mögött is van egy jelentős tapasztalat. De a kérdés az hogy tulajdonképpen hogyan is fogunk megbízáshoz jutni. Hogyan, hogyan fogunk munkához jutni és és ekkor jön elő az a faktor, amit nagyon sokan figyelmen kívül hagynak, akik előszertettel állítják azt, hogy mindenki pótolható, ugye? Ez egy nagyon bevett, bevett szlogen. Igen, így vagy úgy, darabra mindenki pótolható, de. Ha nekem az alatt, a tíz év alatt, tehát én mindenképpen azt mondom, hogy igen, szükséges az, hogy az ember ne a semmiből érkezzen egy vállalkozásba, kell, hogy legyen valamiféle tapasztalattal, kell, hogy legyen, és ez a legfontosabb, kapcsolatrendszere azon a piacon, ahol ő érvényesülni kíván. Ugyanis, hogyha a kapcsolatrendszere jó, és uh, ilyen, olyan, olyan logók alatt ő partnerként dolgozott uh, megbízókkal, akkor, akkor nem cég és cég közötti kapcsolat alakul ki, hanem partner és partner, ember és ember közti kapcsolat alakul ki. És és a, 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 megbízónak az a kapcsolattartója nem a céghez ragaszkodik, nem a logóhoz, ami, ami a számlán szerepel a havi számlán, hanem ahhoz a személyhez, akivel ő jól tudott együtt dolgozni. Ez, az egésznek ez a kulcsa. Én a mai napig ezt valljuk, hogy, hogy ezt a személyességet kell megőrizni. És ezzel a személyességgel lehet egy vállalkozást fölépíteni, mert, mert amikor, amikor az ember kilép a a multi biztos langy meleg öléből, a dzsungelbe, a, a vállalkozói szektorba, akkor bizony, igen, ez elsőre első ijesztőnek tűnhet, de aztán elkezd megcsinálni a telefon, és még megkezdnek az e-mailek. Mi van veled? Mi csinálsz? Hol vagy? Találkozzunk, beszéljünk, csináltok ilyet, vállaltok ilyet? És elkezdődik ez a folyamat, ami egyébként egy öngerjesztő folyamat, mert azt mondják a megbízók, hogy, hogy nekem vele mint partnerem, mert nagyon jó volt a partner kapcsolatom. És majdnem azt mondom, hogy majdnem mindegy, hogy ki jön utána, ki pótolja, ki helyettesíti azt az adott menedzsert, aki kilépett vállalkozó, mindig utol fogják kérni azok, akik utol akarták kérni, és akikkel jó volt az együttműködésük. És el lehet indulni. Mennyire oszthatók meg ezek a tapasztalatok azokkal, akik esetleg most gondolkoznak hasonlókba? Vagy ezek, ugye végül is az önvállalkozása is egy elég speciális területen, elég speciális környezetben nőtt nagyra. Vannak itt általánosan leszűrhető és a fiatal kezdőknek továbbadható tapasztalatok egy ilyen hogy Igen. A legfontosabb, szerezzenek tapasztalatot. A tapasztalat elképesztően fontos. Szerezzenek minél több kapcsolatot. És a kapcsolatot ne csak megszerezzék, hanem ápolják. Azt gondolhatjuk, hogy hogy oké, okay, adtam egy névjegykártyát, kaptam egy névekert, akkor ez a kapcsolat, ez működik. Meg egyszer kocintottam valakivel, és akkor mi kapcsolatban vagyunk, nem vagyunk kapcsolatban. A kapcsolatokat ápolni kell, fenntartani kell folyamatosan. És aztán persze ezek lehetnek gyümölcsözőek, mondjuk akár kölcsönösen is gyümölcsözőek, de ezeket ápolni kell. És ami talán a legfontosabb, hogy nem szabad hogy, hogy a lelkesedés elfogjon. Én a saját környezetemben nagyon sok olyan precedens láttam, amikor egyébként, egyébként egy, egy, egy kiváló ötlet, vagy egy kiváló szolgáltatás, vagy termék köré épülő vállalkozás azért ment tönkre, vagy hagytak fel vele, mert elfogyott a lelkesedés, mert nem könnyű. Tehát, tehát nem, hogy valaki azt higgye, hogy, hogy holnap csinál egy céget, és holnap után e, sorban állhat egy német prémium márka e, szalonjában, hogy a, mint első beruházás, majd azt a cég megveszi. Ez sajnos nem így működik. E, nem könnyű, tényleg, tényleg nem könnyű, de a lelkesedésnek nem szabad, hogy elfogjon. Mert én azt gondolom, és ez egy, ez egy olyan dolog, ami nekem például beigazódott, hogy a, ha valaki lelkiismeretesen végzi a, a, a munkáját, jól végzi a munkáját, tehát kvázi szívvel, lélekkel csinálja azt, amit csinál, és még jól is csinálja, akkor teljesen mindegy, hogy milyen országban, milyen városban, a világ bármely tájánban, és bármely időpillanatban, de az élet őt fogja igazolni, mert az működni fog. Nem azonnal, de működni fog. Tehát a lelkesedés nem hagyhat alább. Ez nagyon fontos. Végig kell vinni. Köszönjük szépen, ez végszónak is, és legfontosabb hasznos tanácsnak is. Remélem, hogy, volt. remélem hogy mindenkinek használom állni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.